Az Egyesület 1997-ben alakult összesen 13 szentendrei lakos összefogásával. Az évek során összeállt egy stabil vezető és tagsági csapat. A menhely ezt követően a helyi adottságokat figyelembe véve épült, bővült. Napjainkban azonban az Egyesület úgy döntött, hogy határozatlan időre bezárja a cicaházat. Rengeteg a tennivaló, mint mondtam, 25 éve épült a menhely, sajnos nem sok lehetőségünk volt eddig a felújításra, úgyhogy teljesen leamortizálódtak a nagykutyánknál és a kennelek, ugye a tető beszakadt, ezeket javítanunk kell, mert most jön a tél, új olakat kell csinálnunk, mert szétrágták nyáron, úgyhogy rengeteg a feladat. A cicaházban meg 2 szobánk is beázik, és így sajnos nem tudunk dolgozni, hogyha a fejünkön ugrálnak a cicák, így meg kellett hoznunk ezt a döntést, de igyekszünk ezt télen befejezni, akkor tudunk belső munkálatokat, addig úgy vagyunk vele, hogy a külsős, ugye a tető, ami fontos, és akkor télen megy majd benne a burkolás, a fűtést meg szeretnénk csinálni, pályázaton nyertünk ablakokat, azt már be tudták tenni a karbantartók, úgyhogy minden szobába, ugyanúgy a kölyökházban is zsírúj ablakok vannak. Ugye szobát kell festeni, ablakokat festeni, rengeteg munka van. Az Egyesület azonban továbbra sem hagyja cserben a sorsukra hagyott kisállatokat. Terveik szerint jövő tavasszal, de legkésőbb nyáron újra tudják nyitni a cicaházat. Hát rengeteg a munka így. Kevesen vagyunk most, terve van véve, hogy még egy gondozót felveszünk ahhoz, hogy abszolút zökkenőmentesen működjön a napi élet. Hála Istennek rengeteg látogató van, úgyhogy most már hétvégén is kevés a kézben, mert ha 5-en lennénk, az is kevés lenne, de nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ennyien jönnek és próbálnak segíteni. Már kaptunk, vagyis jelentkezett egy vállalkozó is, hogy a cicaházba segítene, úgyhogy majd össze fogjuk írni, hogy milyen anyagokra lesz szükségünk, és aki ebben tud segíteni, már jelentkezett egy csapat a festésbe is, úgyhogy szép lassan összeáll a kép, és így külső segítséggel is meg fogjuk tudni oldani. A sok tennivaló kevés emberre hárul. Ettől függetlenül segítünk mindenkinek, ha orvosi ellátásba kér segítséget, vagy cicakaját kér, nagyon szívesen elvisszük házhoz, vagy ha ide jönnek, nagyon szívesen adunk, úgyhogy mindenben segítünk, de ezt meg kellett lépnünk ahhoz, hogy teljesen fel tudjuk újítani a cicaházat. Az Állatvédő Egyesület elnöke vázolta az állatok örökbefogadásának feltételeit és menetét. A cicák ők egyből elvihetőek, hogyha felnőtt cica is esetleg ivaros, akkor az ivartanítást azt ugye meg kell várni. A kölyök cicákat ivartalanítási kötelezettséggel, ugye ők parazitamentesítve, illetve egy oltással adjuk örökbe. A felnőtt cicák ivartalanítva teszteljük leukózis étszellen, és ők is kapnak egy oltást, így vihetőek el. A kölyök kutyusoknál meg kellett hoznunk sajnos azt a döntést, hogy ő hozzájuk is 4-szer ki kell jönni, látogatni, ismerkedni. Mert sajnos, amikor elsőre odaadtuk, jöttek vissza kutyusok, már nem gondoltam át, megéjjel ugatott, rángatta a gyereket, mindig volt valami kifogás. Úgyhogy ő hozzájuk is jön, hogy ki kell jönni. Ha nincs befejezve még az oltási programjuk, ugye azt meg kell várni. Foglalhatóak addig a kölyök kutyusok, és a felnőtt kutyusoknál is ugye a 4-szeri alkalom. Ott is, hogyha ivaros, akkor meg kell várni az ivartalanítást, úgyhogy ezeknek a menetét ugye az oltássorozat, csipelés, és utána elvihető. Ha van másik kutyus, akkor azt mindig mondjuk a gazdinak, hogy hozzá nézzük össze itt a kiválasztott kutyussal, nehogy probléma legyen. Úgyhogy igen, és utána írunk egy örökbefogadási szerződést, és elvihető a kutyus vagy a cicus. A vezető elmondta, elsődleges szempont a megmentett, majd örökbefogadott állatok biztonsága és felelős tartása. Ez az oka annak, hogy nem járulnak hozzá, hogy a menhelyről ajándékozás céljából vigyenek el állatokat. Legyen egy falka vezér úgymond a családban, mert erre nagyon nagy szükség van. Például ez most egy nagyon jó példa erre. Ma például behoztak egy kis foxit, leolvastam a csippet, és mint megtudtam, egy 12 éves gyerek nevére van regisztrálva a kutya.
2 éve nem kapott kötelező oltást, így kolbászol kinn az utcán, úgyhogy gyereknek nem. És erre szeretném kérni azért a szülőket, illetve a lakosságot, hogy nem, azért ez egy felelősségteljes feladat, amit persze a gyerek kiveheti a részét ebből, az, hogy foglalkozik a kutyával, sétáltatja, játszik, de azért az, hogy a csíp a gyerek nevére kerüljön, hát ez engem abszolút megdöbbentett. Úgyhogy nem szoktunk adni. Nem, ezzel így nem értünk egyet. Killárné Jámbor Anikó és a gondozók szeretettel várják az érdeklődőket a vasárnapi születésnapi rendezvényre. Lesz 2 darab árvácskás torta, amit szeretnénk lehető legtöbb emberrel megosztani, illetve a menhelyi kutyusok nál rendezünk egy kutyaszépségversenyt, és az ide látogató állatbarátokkal, emberekkel szeretnénk ezt lebonyolítani. Mindenki kap majd egy papírkát a kezébe, és akkor a kutyus nevét fel kell írni, akkor egy 5-10 percre a zsűri félrevonul, és akkor megjön az eredmény, hogy kik lesznek a nyertesek, és az a 3 kutyus kap kupát. A nyeremény ezt követően a kennelre kerül. Az egyesület vezetője szerint arra is kiváló alkalom a vasárnapi összejövetel, hogy találkozhassanak a már örökbeadott kisállatokkal, valamint a leendő gazdikkal.